Sziasztok, daráló, megint szíthatom a pályátokat. Ma Robotka 14 Fanami Város című pályája következik. Előre bocsátom, hát engem teljesen lenyűgözött, szóval nem a legjobb pálya, nem a legdíszesebb, a legjobb resztón, meg minden, de a hangulat az valahogy engem úgy megfogott, hogy itt valami hihetetlen. Hát nem is találok rá szavakat. Szóval így ötletben, alapötletben eddig, nekem ez eddig a legjobb, a legszimpatikusabb. Tök jó. Hát a megvalósítás aztán már nem olyan díszes, de valami nagyon jó hangulata van. De hát nem is húzom az időt, lássuk. Egy berendezett házban kezdünk, gondolom ez a saját házam lesz. Érdekes díszítése a lépcsővel és a képkeretekkel, vagyis a festményekkel. Az egyik láda mellett van egy tábla, történeti szabályok. Ez nagyon el van dugva így, tehát eltakarja a tábla, csak az egyik oldalról látszik. Én nem is ezzel kezdtem, hanem a másik ládával. Az ilyesmi útjelzőket, azokat mindig jól látható helyre rakjátok. Tehát, kezdjük a szabályokkal. Ne üss ki blokkokat, a házban lévő hashtagből meg egy liter water, csak akkor vedd ki a cuccokat, ha az meg van engedve. Játsz easy, normál vagy hardon. Ha lehet, rak magad adventure módba. Ő is megcsinálhatta volna, az úgy szebb lett volna. Tilos a kreatív, a szabályokat tartsd be. A játékban pénznek az aranyrög számít, 3 dollár egyenlő 3 aranyrög. De miért nem az egységben írt, 1 dollár egyenlő 1 aranyrög? Fura. Szabad craftolni, az eszközkeretekből kiveheted a cuccokat. Tipp, némelyik ház alatt van láda, amiben pénz található. Történet. A hírlapban olvastad, hogy nemrég kirabolták a Fanami Várost. A Fanami Várost? És a Szent Erekét is elvitték. Elhatároztad magad? Mi az, hogy elhatároztad magad? Hogy te majd visszaszerzed a város erekéjét. Szedd össze a cuccodat, amire úgy gondolod, hogy szükséged lesz, és indulj a lift felé, ami a házattól nem messze található. Fanami Város ugyanis egy föld alatti hatalmas barlangban van. Jó, kiraboltam a saját 3 ládámat, akkor induljunk is. Tam, taram, 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 taram. Micsoda? Még 50 tam, taram után el is érünk a lifthez. Az induláshoz nyom meg a gombot. Beszállás. Üdv Fanami városában. Először a polgármestert látogasd meg. Így néz ki a város. Szerintem nagyon hangulatos, hogy így berendezkedtek a barlangban. Annyi, hogy ma már van sokféle fa, tehát amiknek a váltogatásával tök jó lehetne díszíteni. Akkor lássuk a polgármestert, titkárnő. Jó napot, a polgármesterrel szeretnék beszélni. Ő jelenleg nem ér rá, leköti az ereké utáni kutatás. Épp erről szeretnék vele beszélni. Sajnálom, de akkor nem zavarhatja meg senki. A gondolat pedig az, hogy valahogy meg kell tánom a módját, hogy bejuthassak a polgármesterhez. Aha, tehát ezek a saját gondolataim. Mert ennyiből is érződik az, hogy nincsen semmi szinte, nincsen semmi resztón a pályán. Ezek a kiírások is nem a cseten vannak, hanem könyvben, még a saját gondolatom is le van írva. Úgyhogy nagyon retro hangulat számomra. Kicsit körülnéztem a ház környékén, hogy hátha itt van a megoldás, és találtam is egy lyukat. És mint kiderült, ez a szellőző. Tehát még jó helyen is vagyok. Egy kicsit kém módjára közlekedünk. A ládájában van sok minden, között egy könyv is, polgármester. Segítség, visszajött a rabló. Nyugodjon meg, én nem a rabló vagyok, pont utána nyomozok, és szeretném tudni, hogy ő mit tud az eseményről. Minden, amit tudok, benne van a jelentésben. Ha viszont többet akarsz tudni, akkor faggass ki mindenkit a városban. Köszönöm. Akkor lássuk a jelentést. Este történt a rablás. A rabló arcát senki sem látta. Az éj leple alatt minden házból csendben ellopta az értékeket, majd a város erekéjét is. A városban csak egy ember tudja, honnan jött, de ő sem mondta még el senkinek. Ez az illető Piri néni. Az, hogy hova ment a bűncselekmény után, már senki sem tudja, információink szerint. Polgármester 2 gondolom majd később lesz. Lássuk, mit mond Piri néni. Jó napot, Piri néni. Kitalálom. Te is a rabló miatt érdeklődsz. Így van. Mit tegyek? Azért cserébe, hogy mindent elmondjon, amit tud. Hát nem is tudom.
Régette már egy kis finom, friss halat. Hozd nekem 5 frissen fogott halat, és én mindent elmondok. Rendben van. Hát ez remek. Volt horgászbot a házamban, de ott hagytam, mert minek nekem horgászbot, úgyhogy fogalmam sincs, honnan fogok halat szerezni. Körülnéztem, városban nincsen halász, a piacon se lehet venni, úgyhogy megint bevettem Commandok Sensei tudásomat. Nesze egyényes halat. És csak azután olvasd, de miután odaadtad Piri néninek az 5 halat. Megvolt. Most jól figyelj, a rabló a rendőrfőnök őrhelyéből lépett ki, de hogy oda hogy került, azt én sem tudom. Miután végzett a postogatással, ugyanoda is ment vissza. Azt ajánlom, nézd kicsit körül az őrhelyen, ott biztos megtudsz majd többet. Még halak után körbejártam a várost, semmi ilyesmi nem volt. Aztán kiderült, hogy kihagytam egy ajtót, ami a sziklában van, és tényleg az az rendőrfőnöki őrhely. Na, megint van egy gondolatom. Meg kell találnom az őrhely kulcsát, vajon hol lehet? Ellipszilonnal. Kicsit körülnéztem a barlang fenekén, itt tényleg vannak elszórva ládák, amiben pénzt lehet találni, tök jó lehet egy kicsit gyűjtögetni is. De kérdezősködjünk egy kicsit a városban, hiszen most nyomozunk egy rabló után, lássuk, mit tudnak a többiek. Lássuk a kovácsot. Jó napot, uram, a rabló után nyomozok, és ez neked jó nap, hisz kiraboltak. Tudom, és éppen a rabló után érdeklődnék. Igen, úgy emlékszem rá, mintha tegnap lett volna. Hiszen tegnap történt. Mi történt tegnap? Inkább hagyjuk. Tudna valami fegyverzetet adni a számomra? Sajnos nemrég járt itt egy rabló, és szinte semmim sincs. De ami megmaradt, azt mind elviheted. És úgyis születésnapod van. Aha, köszönöm, azt hiszem. Na mi a gondolat? Ez az ember szerintem nem százas, de mindegy, úgyis jól jön néhány holmi. Ezek a gondolatok nagyon jók arra, hogy vezessék a játékos, tehát aki nem figyel oda, hogy most mi történt a beszélgetésben, csak elolvassa, aztán megkérdezi, hogy mi a küldetés, azoknak ez nagyon jó egy ilyen kis összegzés, hogy most mit kell csinálnia, vagy mi történt. Tehát most pakolt ki a kovácsot. Üdv, mivel szolgálhatok? Szép jó napot! A rabló felől szeretnék érdeklődni. Arról én semmit sem tudok. Ugyanis akkor még mélyen aludtam. Amikor pedig felébredtem, már fel volt forgatva az egész házam. De ha kell, tudok adni egy kis szaftos húst. Az árak, steak, 2 sülcsirke, jó, bevásárolunk egy kicsit. Még valami. Tegnap találtam a földön egy kulcsot. Nem tudom, hogy mit nyit, de te majd talán rájössz. Köszönöm. Megvan a kulcs, kaja is van bőven, azért még kérdezzük ki a többi lakót is. Lássuk, mit mond a könyvtáros. Jó napot, tud valamit a rablóról, aki kirabolta a várost? Én semmit se tudok, de talán némelyik könyv majd mond magának valamit, viszont a könyvtár igénybe vétele 2 dollár. What a twist, hát fantasztikus, épp most költöttem el az összes pénzt. Remélem még lehet találni. Oké, maradt a karban tartó, jó napot. Hát a fiam mi állatban vagy arra, ahol még te nevér se jár? A rabló ügyében nyomozok, nem tudom, amit az esetről? Én nem, de tudom, hogy hol lenne érdemes kutatni. A vízesés mögött van egy járat, én ugyan. Még nem mentem oda be, de szerintem érdemes lenne átkutatnod. Rendben, köszönöm. Jaj, szükségem lenne a segítségedre. Kellene nekem néhány fonál. Tudsz esetleg nekem hozni? Adok 3 dollárt, a visszajárót megtarthatod. Hozzá karban tartanak 3 darab fonalat. Oké. Nem, az a helyzet, hogy nem tudom, hol lehet fonalat szerezni, tehát szerintem én voltam béna, a piacon kerestem, ott nem volt, és aztán úgy döntöttem, hogy inkább megtartom az árát is. Kell a könyvtárba. Előbb lássuk, mint mond a rendőrfőnök. Hé, maga kicsoda, és hogy tudott ide bejutni? Megtaláltam a kulcsot. Értem. Tudna mondani valamit a rablásról? Épp az ügyben nyomozok. Én már forró nyomon vagyok, úgyhogy nem sokára elkapom a tettest, így nyugodtan. Hazamehet, fiam! Álmodok, amíg a tettes meg nem lesz, de azért engem is beavathat a nyomozás eddig kiderült részleteiben, Mr. Ferenc! Mr. Ferenc. Mr. Ferenc. Jó. A nyomozás információi titkosítottak, nem adhatom ki, hol mi jöttmentnek. A második könyv meg azt írja, hogy ezt csak akkor olvasd el, ha már tudod, hogy ki a tettes. Hoppá.
akkor tehát összegezzük, tehát Piri néni látta a rablót kijönni a rendőrfőnöktől, és oda is ment vissza. Mi amíg a könyvtárban van valami info, azt most megnézzük, és még a vízesés mögött is van valami barlang, azt mondták, hogy oda is nézzek be. Lássuk a könyvtárat. Nesze, itt a pénzed. Van is egy könyv a könyvtár végében. Azt mondja, a város. Fanami várost 1936-ban alapították, és azóta sem változott sokat. Bányaváros volt mindig is, de a bányászás csak nehezen hozott jövedelmet. Egy nap azonban valaki egy furcsa tárgyat hozott be a városba, és annak köszönhetően az ércek nagy erejű fényt bocsátanak ki, aminek segítségével már a vastag falon át is észlelni lehetett az ásványokat. Így a bányászás könnyebbé vált, és a város is meg tudott élni belőle. Azóta ez a tárgy a város szent erekéje. Ezért költöttem 2 dollárt. Jó, biztos fontos információ volt. A vízesés mögött tényleg van egy barlang, és nem sokkal később egy tábla, erre csak akkor gyere, ha már voltál a könyvtárban, vagy ha már beszéltél a karbantartóval. Még egy ilyen ellenőrző pont. Ezeket ugye Restonnal tök jól meg lehetett volna valósítani, de azt hiszem így se probléma. Mondom, még mindig nagyon retro hangulat. Tehát ott volt ez, hogy ilyen instrukciókat követtünk, hogy ide csak akkor gyere, ezt csak akkor csináld, ezt akkor olvasd el, ha... Tehát, de ma már ezt ellenőrzéssel simán meg lehet csinálni. Tehát mondjuk van egy gomb a karbantartóval, ha azt megnyomtam, meg a könyvtárban, ha kinyitottam a ládát, ezt is lehet tesztelni. Tehát Restonnal mindent meg lehet csinálni. De ez nem probléma. Aztán egy terem, item frame, abból kivehettem, kapok egy gyémánt kardot, a ládában nem sok érték van, és egy ajtó vigyázat veszély. Ó, nem mobfightom. De nekem ez nagyon hangulatos volt, ez a nyomozós rész. Valahogy úgy magával ragadott az érzés, hogy hú, most nyomozó vagyok, és szeretem a krimit, mint műfajt, úgyhogy nekem eddig nagyon bejött. Mondom, annak ellenére, hogy nem korszerű reston van, de azt hiszem tök jó példa, hogy nem is kell, tehát lehet ezt így is játszani, bár tény, hogy sokkal jobb és barátságosabb az a pálya, amit mindent megcsinál helyettünk, és akkor nem kell írogatnunk, meg így ellenőrizni magunkat. A mobhart viszont kár. Lent egy terem ládával, ami tele van tárgyakkal, meg egy Ferenc könyvvel. Ferenc könyve azt írja, gonosz terv. Ellopom a város szent erekélyét, hogy aztán a szegénység miatt mindenki elhagyja a várost, és én akkor olcsón felvásárolhatom az összes ingatlant, így enyém lesz a város. De hogy ne tűnjön fel senkinek, a terv egyszerű rablásnak fogom beállítani, és minden házat kifosztok. Ez a terv egyszerűen zseniális. A lopott holmit pedig a veszélyes járatban rejtem el, oda úgy sem mer senki lemenni. Na, ha. Most leírta, hogy nevez? Szóval beigazolt, a gyanú, a rendőrfőnök volt a tettes. Nos, Ferenc úr, nyomoztam és kiderítettem, hogy ki a tettes. Kicsoda? Hát nem más, mint maga. Én? Ez nevetséges. Márpedig maga az, megtáltam a gonosz tervét a veszélyes járatban. Hogy tudtad odáig átverekedni magad? Hisszel és erővel. Lebukott. Árulj el, hol van az erekje. Oho, majd hülye leszek elárulni. Vagy elárulja, vagy itt helyben leszúrom. Jó, rendben, győztél. Ez gyors volt. Az örökét egy jó védett helyre, szinte megközelíthetetlen helyre rejtettem el. A karbantartó házában a piros gyapjú jelzi az oda levezető létre a helyét. Ebben az esetben azt a piros gyapjút kiütheted. Oké. Csak van egy kis gond, hogy adventure módban vagyok, és nem tudok blokkot ütni. De semmi gond, bevettem Common Block Sensei tudásomat. Ó, és lávás parkour, hát ez fantasztikus. Bár nem írtak ki, de gondolom ez a láda azért van, hogy ha meghalunk, ne veszene a cuccunk. Na jó. Igen, miután kipakoltam a cuccaimat, jöttem rá, hogy van nálam egy aranyalma, úgyhogy szerencsére ezt a részt könnyen meg tudtam csinálni, de egyébként nem tetszik. Nem. Határozottan rombolja az eddigi színvonalat. És aztán mit ad Isten parkour? Persze lehet mondani, hogy nem levegő blokk, meg ilyesmi, de tényleg szükség volt rá egy ilyen nyomozós pályán.
aztán pedig magfáj. Már megint. Két járat van két oldalt, az egyikben láda, és benne egy létre, amit kutyának hívnak. Gondolom a másikban is létre lesz, de meg lehet oldani egy létrával is, azért nézzük meg, mi van ott. Egy kacsa nevű létra. Fönt pedig táblák állatnevekkel, és történetesen köztem van a kacsa is, meg a kutya is, úgyhogy gondolom ezeket kell meghúzni. Vagy pont nem ezeket kell meghúzni. Eddig tetszett ez a nyomozósdít, de most elkezdte ezt az összefüggéstelen, megrágott csontküldetéseket. A labirintus végén egy tábla, ami gratulál, meg egy könyv, ami gratulál, és azt írja, gratulálok, most vidd vissza az erekét a városba, és tedd a helyére, hogy megkapd a béltó jutalmat. Béltó. Ez jó. Tehát a reszonfákja úgy látszik az erekje, kár, hogy nem nevezte át ideig. Tehát látszik, hogy tudja, hogy kell átnevezni. A városban van egy ilyen csicsás valami, annak a közepébe kell rakni. Igen, hát ezt nem írta, hogy melyik blokkra, de láttam, hogy ott a reston, úgyhogy a pirosra rakom. Ott valami dugattyú hang, de a zombi az van. Ahogy itt nyílt ki. Hát nem olyan szép, amikor kilátszik így a reston. Viszak az egy kis szuvenírt. És végül egy szoba, rakd be egy neked megfelelő zenét, és nyomd meg a gombot. Mondjuk legyen ez. Gratulálok! Sikeresen végigvitted a mapot. Meg egy liter water. 500-at kírva, nyom meg. Oké, ez elindít egy óra jelet, és osztja nekem a tárgyat. Azt mondja, remélem tetszett a mapot, készítette meg egy liter water, robotka 14. A mapot meg egy liter water ajánd a barátaidnak is. Jó. Összegezd be. Tetszett a pálya, de jobban tetszett a hangulat és az alapötlet, mint a megvalósítás. Nem róvom fel neki, hogy nem használt rá ezt tontan, mert sokkal kényelmesebb és okosabb és szebb és minden lett volna. Inkább a probléma az, hogy illetve nekem ami nagy negatívum, hogy ő is elővette ezt a moffájt, labirintus, parkour dolgot, amire szerintem nem volt semmi szükség. Tehát ezen kívül, ha azt a részt úgy levágjuk, akkor tök helyre kis pálya. Szóval inkább csak azzal volt gondom. Valószínűleg akkor készült a pálya, amikor még nem tudott ennyit a reston, és azért nem voltak olyan megoldások. De mondom, ez nem probléma. Engem nagyon megfogott a hangulat. Ja, a kézikönyv óvjon.